Köszönöm, Hóki Péternek a, az előadását, és azt külön köszönöm, hogy hogy a, a problémákról beszéltél, és, és nem, nem a, a rendszer vívmányairól, mert hogy itt alapvetően a, ezeket a, a problémákat szeretnénk megvitatni. Most ezen a konferencián nyilván azon ügyvédek számára szól, akik részt vesznek ebben az elektronikus ügyintézésben, akik használják a rendszert, és szeretnénk úgy használni, hogy, hogy adnak hát hatályosan használni. Szóval azt a, azt a, problémát, amit felvetett egy kolléga, hogy, hogy nem fogadják el hatályosnak azon beadványt, amit ugyan szabályosan adtunk be, de mondjuk 18. január 1 megelőző ügyben, vagy illetve 18. január 1-ét megelőző indult ügyben, az úgy gondolom, hogy, hogy az mindenképpen felborító. Tehát ha egyszer elektronikusan AVDH titkosítással beadunk egy beadványt ma, annak hatályosnak kell lennie, úgy gondolom. A következő előadó nehéz Márton barátom, szintén az üde tagja, és ő maga hát szerintem minden problémával szembesül, hiszen saját egy ilyen elektronikus rendszert is üzemeltet, illetve készített, és ha jól tudom, akkor egy prezentációval is készült, Marci hiszen folyamatosan újítja a saját rendszerét is. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, köszönöm szépen én is a, a részvételt. Muszáj a nagyágyú metaforát lecsapni, mert, mert szerénytelenség lenne, hogyha függőben tartanám. Azt szeretném mondani, hogy, hogy én inkább egy elszabadult hajóágyunak képzelem magam, mégpedig örömömben, mert alapvetően sok kollégával ellentétben én, én feltétlen híve vagyok az elektronikus ügyintézésnek, akkor, hogyha egy másik hasonlattal élhetek, akkor inkább egy a mezőn ugrándozó boldog bakkecskéhez hasonlítanám magam. Azt hiszem, hogy ez testalkatilag is inkább közelebb áll hozzám. Úgyhogy előre szeretném bocsátani nektek, hogy, hogy én, én nagyon hiszek, az elektronikus ügyintézés áldásaiban, sőt, magam azok közé tartoztam, akik ideje korán átálltak, vagy megkezdtek átállni erre a rendszerre. Még akkor, már akkor igyekeztem a cégügyeimet elektronikusan intézni, amikor ez még csak lehetőség volt, nem pedig jogszabályi kötelezettség. És azt kell, hogy mondjam, hogy a, az összes nehézség és gyermekbetegség ellenére a, az a az az előny, ami azzal jár, hogy nekem nem kell postára rohangálnom, se feladni, se átvenni, se faxolni, se semmi ilyesmi, hanem lényegében egy karosszék kényelméből tudom a, a teljes ügyvédi praxisomat ö, intézni, már amennyiben az ügyfelektől is meg tudom kimélni magam, ami az igazi kihívás valójában ebben a szakmában, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az elektronikus ügyintézés ö, előnyei vitathatatlanok szerintem minden ügyszakban, és itt szeretnék visszatérni arra, hogy ki miért van távol, ugye, hát uh, annélkül, hogy politizálni akarnék, de ugye ma tárgyalják Ceglédi Csaba ügyét, úgyhogy szerintem Pólt Péter igazoltam, van távol a mai rendezvényünktől. Kedves kollégák, azzal szeretném kezdeni, hogy némiképpen uh, szintetizálni szeretném talán, azokat a problémákat, amelyeket az előttem szólók már exponáltak, és ezeket én egy közös problémára vezetném vissza, jelesül arra, hogy az összes elektronikus ügyintézési rendszer lényegében teljesen egymástól függetlenül, teljesen átgondolatlanul indult. Azt nem mondom, hogy fejlesztésnek, inkább fejlődésnek, tehát egy ilyen önjáró, a zigóta kortól egészen a mai szedercsíra állapotig eljutó fejlődésnek lehettünk a tanúi, de úgy, mint a két petéjükre, hogy, hogy egyszerűen csak ketté váltak az útjaik. Ha visszaemlékszünk rá, 2006-ban hasonló ellenérzések, a maihoz hasonló ellenérzések fogadták az elektronikus cégeljárást, amely aztán az idős, idők során bebizonyította a, a létjogosultságát és a, a szakma számára az elfogadhatóságát. Aztán utána 2009-ben jött ugye a, a fizetési meghagyásos eljárások elektronikus útra terelése ezt követően a fizetésképtelenségi eljárások, tehát a csődeljárás felszámolási eljárás elektronikus útra terelése. Ekkor már korlátozott körben lehetőség volt a peres eljárásokban ugye elektronikusan nyilatkozatot előterjeszteni, mindenféle törvényi feltételek teljesülése esetén, de azt lehetett megfigyelni, hogy ezek a rendszerek egymástól függetlenül lettek kitalálva, és egymástól függetlenül lettek fejlesztve, ahelyett, hogy a, most akár egy, az igazságügyi minisztériumban, akár a NISZ központi bizottságában, akár bárhol máshol lett volna egy valaki, vagy néhány szakértő, aki abból a szempontból átgondolja az elektronikus ügyintézés mozzanatait, hogy azok hogyan illeszkednek egy, elektroni, egy ügy munka folyamatába, akár ügyvédi oldalról, akár hatósági oldalról, akár bírósági oldalról, bármely más oldalról. És ha ezt megtették volna, akkor álláspontom szerint megkimélhették volna önmagukat is, meg saját magunkat is egy csomó olyan nehézségtől, ami a mai gyakorlati életünkben jelentkezik. Mondok néhány példát, ami erre a, az átgondolatlanságra utal. Ugye itt a, az elnök úr vetette föl, bár szerintem nem, még, még akár ki is domboríthatta volna jobban ennek a jelentőségét, hogy a polgári peres eljárásokban például vajon mi szükség van arra, hogy minden egyes eljárási cselekményre lényegében külön nyomtatvány létezzen. Persze ez a kérdés nem választható el a, a, az új jogszabály a PP azon borzasztó jogpolitikai vagy jogfilozófiai visszalépésétől, amely lényegében teljes egészében hátat fordít a tartalom szerinti elbírálás elvének, hanem ha megfigyelitek, akkor egy keresetlevél érdemi részében is meg a bizonyítási indítványról szóló részben is, lényegében a törvény az ügyvéd szájába rágja azt, hogy ő aztán mit rágjon a bíró szájába, abból kiindulva, hogy a bíró azt se tudja, hogy milyen jogot kell neki alkalmaznia, tehát el kell neki magyaráznia, hogy egy kötelmi jogviszony a PTK mely rendelkezéséből fakadóan kötelezi az alperest arra, hogy a vételárat vagy a megbízási díjat megfizesse. Na most, ha ezre az alapra helyezkedik a jogszabály, akkor persze semmi csodálkozni való nincs azon, hogy külön nyomtatvány létezik, ugye a, még a, a P23-as nyomtatvány szerteágazóságán túlmenően is, külön nyomtatvány létezik, teszem azt a perbehívásra, vagy a beavatkozás bejelentésére, horribile dictum magára a tanúbizonyítási indítvány bejelentésére, holott ugye az elektronikus környezetben a külön íven való bejelentés különösebben nem értelmezhető, de mindegy, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a végig gondolatlanságok nem példanélküliek. Aki visszaemlékszik mondjuk 2008 környékén az elektronikus cégeljárás nyomtatványára, az emlékezhet rá, hogy már rég teljes körűen kötelező volt a kizárólag elektronikus ügyintézés a cégeljárásban, amikor a nyomtatványom még mindig ott szerepelt az a rovat, hogy a jogi képviselő aláírása. Még a mai napig ott van. Jó. Tehát ebből látható, hogy, hogy, itt, hogy itt. Igen. Tehát itt ebből látható, hogy valószínűleg a fejlesztés oly módon zajlott, hogy abból a jogász szakma képviselői, hát azt nem mondom, hogy kimaradtak, mert erre információm nincs, de hogy a, a szavukat viszonylag kevés súlyjal vették figyelembe, az elég jól kikövetkeztethető. Engem egyébként a mikroszek megkeresett annak idején, hogy az e programmal kapcsolatban egyike voltam azon ügyvédeknek, akik az észrevételeiket megtehették, és azt kell, hogy mondjam, valószínűleg sokunk közreműködésének az eredményeképpen a mikroszek e programja, hát azt mondanám, hogy egész felhasználó barát lett. Tehát az eufemizmusokban nem szeretnék bocsátkozni, a Google és a Facebook korában, tehát egész jó felhasználói felületet sikerült kialakítani, aminek szerintem az egyik okozója az volt, hogy esetleg vették a fáradtságot és megkérdeztek egy-két ügyvédet. Tehát a, az egyik ilyen alapvető probléma a ez a, a rendkívül rendkívül szerteágazó és tökéletesen indokolatlan nyomtatványsereg, mert ahogy be tudom jelenteni a P23-as nyomtatványon azt, hogy kérem a kereset elutasítását, úgy be tudom azt is jelenteni, tényleg, hogy nem fogok ott lenni a következő tárgyaláson, mert időpont ütközésem van. Dacára annak, hogy erre külön nyomtatvány nincsen, ellentétben például a perbehívás bejelentésével, hogy más nem mondjak. A következő ilyen kérdés, ami megint nagyon híven illusztrálja, hogy mennyire szerteágazóan, egymástól függetlenül és teljesen átgondolatlanul zajlottak ezek a fejlesztések, ez maga a tény, hogy az elektronikus kommunikációhoz egy olyan környezetet kell használnunk, ami alapvetően géphez kötött, meghatározott programozói környezethez kötött, gondolok itt a jávára, és egy, egy nagyon nehézkesen kezelhető felhasználói felületet eredményez. Ráadásul, ugye, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, az ANK-ról van szó, a aminek az elsődleges hátránya, még egyszer mondom, a géphez kötöttség. Az elektronikus ügyintézés ma, 2018-ban meggyőződésem szerint nem választható el a felhő technológiától. A felhő technológiától nagyon sokan félnek. Nekem az a véleményem ugyanakkor, hogyha az olyan cégek, mint a Google, a Facebook, az Amazon, a Microsoft és még sorolhatnám, amelyek meglehetős érzékenyek a saját üzleti titkaikra egyaránt, illetve a felhasználói, felhasználóik adatainak biztonságára, ha nekik megfelel a felhő technológia, akkor álláspontom szerint nekünk ügyvédeknek is meg kell, hogy feleljen, mert léteznek azok a biztonsági mechanizmusok, amelyek a, az adatbiztonságot szavatolják. Azt viszont semmi nem igazolja 2018-ban, hogy egy merevlemezen futó programhoz legyen kötve az elektronikus ügyintézés rendszere. Már csak azért sem, mert hogyha merevlemezem, teszem, az tönkre megy, akkor kezdhetem az egészet előről, és értékes munkaórák mennek el ezzel. Illetve, hogyha olyan szerencsés vagyok, hogy egy olyan cégnél dolgozom, akár jogtanácsosként, akár ö, ö, belső ügyvédként, hogy vékony klienst használok, akkor ugye a, abban a környezetben ez a, a, a program már egyáltalán nem is fut. Laci, be, befejezem, ha megengeded. Laci, befejezem, tényleg. A következő a, ilyen probléma, ugye, ami, ami megint csak arra utal, hogy a rendszer fejlesztői abból a szempontból végig gondolták a dolgot, hogy oké, okay, a probléma legyen megoldva, bejön az irat, akkor abból a bíróság generáljon egy, egy érkeztetési kódot, és azt küldje vissza a küldőnek, ez tök jól működik, csak éppen a, a beküldő ezzel a, az érkeztetési kóddal nem fog tudni kezdeni semmit, mert ha csak saját maga meg nem jegyzi, hogy milyen számú nyomtatványt küldött be, ugye, Megjegyzem, hogy az én rendszerem erre alkalmas, akkor ez most nem reklám volt, csak tényleg megjegyzem, akkor a visszaigazolásban az égvilágon semmit nem fog találni arra, hogy ez most pontosan melyik ügyében milyen beadványnak a, az érkeztetése pedig adott esetben ennek kimondottan jelentősége lehet. Na most, hogy az íre feltegyem a pontot, Szeretném megemlíteni, hogy szerintem még a mai napig a felszámolási ügyszakban ennél is borzasztóbb a helyzet. Nem tudom, hogy ki csinál felszámolási ügyeket hitelezőként. Ott ugyanis a jogalkotó a következő megoldást választotta. Ugye, és hogy ennek a kérdésnek a jelentőségét észleljük, az, ahhoz föl kell tennünk egy olyan általános kérdés, ami az egészet aztán perspektívába helyezi. Az elektronikus ügyintézés során az alapvető és leglényegesebb probléma annak a megoldása, hogy hogyan lehet szavatolni, hogy aki a bírósággal kommunikál, az abban az ügyben jogosult eljárási cselekményeket tenni. Nagyon röviden ennyiről van szó. Tehát Kell egy hitelesítő mechanizmus ahhoz, hogy akitől a beadvány származik, arról el lehessen mondani, hogy az illető mondjuk meghatalmazással rendelkező jogi képviselő, aki jogosult ebben az eljárásban eljárási cselekményt tenni. Na most felszámolási, ugye ismerjük a cég eljárást, ott egy egyszerű elektronikus aláírása e-mailen beküldöm a, a beadványomat. Fizetési meghagyásos eljárásban, ami szerintem a legkorszerűbb, Előrevetítve a későbbi mondandómat, a magában a böngészőben írom alá a webes űrlapot, és azt az adatcsomagot küldöm be. Szerintem ez a lehető legjobb megoldás. A peres eljárásban, ebben a, a borzalmas felhasználói környezetben terjesztem elő a beadványomat, ami kommunikál az ügyfélkapuval, aztán az hitelesít engem, és végső soron eljutunk oda, hogy hogy beadhatom a beadványomat. A felszámolási ügyszakban azok számára, akik ilyen ügyeket nem csinálnak, a következő a helyzet. Ugye az ANK-ban megcsinálod a nyomtatványt, amit beküldenél elektronikusan, ugyanúgy, mint mondjuk egy peres nyomtatványt. De nem, ez ennyire nem egyszerű, mert ahhoz, hogy beküld, ahhoz először a nyomtatványt magát ki kell nyomtatni, majd minden oldalát aláírni kézzel, kollégák, aztán a kézzel aláírt nyomtatványt vissza kell szkennelni, a visszaszkennelt nyomtatványt betenni egy e-aktába, az e-aktát minősített elektronikus aláírással aláírni, hozzácsatolni az elektronikus nyomtatványhoz, és azt beküldeni az ügyfélkapunk keresztül. Tehát aki ezt kitalálta, kedves kollégák, az agysejtjeinek megfeszített munkájával, azzal szeretnék egy rövid beszélgetést folytatni az élet nagy kérdéseiről. Na most, ezek előrebocsátásával azt szeretném mondani, kedves kollégák, hogy hogy ne csak a problémákat ö, soroljuk, ö, na, most van az, hogy kell majd a jelszó, de itt is van, hogy ne csak a problémákat soroljuk, ö, szeretném jelezni, hogy létezik olyan felület, amely alkalmas az iménti problémák kezelésére, és innentől, amit mondok, az irónia. Jó, tehát tessék ennek megfelelően kezelni. A, a, amit a képernyőn láttok, az egy olyan felhasználói felület, amelybe teszem azt, mondjuk a Kaün keresztül én már beléptem, ez itt az én felhasználói fiókom, amelyel ugyanúgy kommunikálok a bírósági, vagy a, a magyar állammal ugyanúgy kommunikálok, mint amikor belépek a Google vagy a Facebook fiókomba. Az alapfeltételezés tehát az, hogy teszem azt az ügyfélkapus hitelesítő rendszeren keresztül lépek be, ebből következően ebben a munkamenetben az én személyazonosságomhoz nem fér kétség. És akkor ettől a ponttól kezdve lényegében már csak egy adatbázis kérdése az, és az egész rendszer, ...nek ez lenne a kulcsa az én felfogásom szerint egy gondosan, okosan megtervezett adatbázis, amely aztán a gerincét adná egy kellően kimunkált felhasználói felületnek. Tehát az adatbázis megmondaná, hogy én, mint nehéz pozsonyi márton ügyvéd, mely ügyekben vagyok jogosult eljárni, eljárási cselekményeket tenni. Teszem azt, itt látom, hogy nekem a PKKB, a Zirci járásbíróság és a fővárosi törvényszék előtt vannak folyamatban ügyeim, semmi más nem kell tennem, mint teszem azt egyikre vagy másikra rákattintani, mit tudom én, itt van a fővárosi törvényszék, például főváros és vidéke, sóhivatal, közigazgatási határozat megtámadása. Ebben az ügyben szeretnék én most egy beadványt előterjeszteni. Ebben az ügyben szeretnék egy beadványt előterjeszteni, bemegyek ennek az ügynek az adataiba, és azt látom, hogy látom, hogy ebben az ügyben eddig milyen iratok keletkeztek, még csak nem is kell, hogy a bíróság azokat kiküldje nekem, hanem elegendő egy hivatkozást kiküldeni, de attól még a kézbesítési vélelem és a kézbesítéshez fűződő joghatályok ugyanúgy fennmaradhatnának hiszen kapok egy linket, és az a link, azt teszem, azt átvezet engem erre az idéző végzésre. A lényeg az, hogy hiteles környezetben egy felhasználói fiókon belül valósulna meg a kommunikáció a bíróság. És köztem hasonlóképpen itt meg tudnám adni, hogy milyen beadványt akarok éppen most előterjeszteni, teszem azt egy érdemi ellenkérelmet. Feltöltöm hozzá a fájt, és azt mondom, hogy beküldöm, és a dolog el van intézve. Vagy, ha még éppen nem vagy rendelkezem meghatalmazással egy bizonyos ügyben, akkor, és mondjuk én vagyok a felperes, akkor itt kiválasztom, hogy melyik bíróságnak, milyen beadványt fogok beadni, teszem azt egy keresetlevelet, vagy egy FMH utáni keresetlevelet, megint csak föltöltöm a fájt, és beküldöm. Ha egy folyamatban lévő ügyről van szó, akkor megint csak kiválasztom a bíróságot, megmondom az ügyszámot, megmondom, hogy teszem azt felperes, vagy alperesi képviselőként, beavatkozóként, akármiként járok el, feltöltöm a fájt és beküldöm. Tehát sokkal egyszerűbben megoldhatóak ezek a dolgok, mint amilyen módon ma ez működik. És ne vegyétek fellengzőségnek, de ahogy Homoki Péter is utalt rá, itt nem annyira az informatikai fejlesztés a fő kérdés ebben a, a kérdéskörben. Tényleg nem azért mondom, én ezt tegnap délután raktam össze kettő óra alatt. Tehát egy nálam profi programozónak ez valószínűleg egy fél órás munkája. A, a dolog lényege nem ez. A dolog lényege az, hogy közösen, a bíróság, az ügyészség, hatóságok és az ügyvédek gondoljuk már végig, hogy, hogy tulajdonképpen milyen munkafolyamatokról beszélünk, és azokhoz milyen adatokra van szükség egy beadványban egyáltalán. Most nem akarok arra kitérni, hogy mármint részletesen, hogy mondjuk egy keresetlevélben a jogi személy, megjelölésekor ugyan mi a bánatnak kell föltüntetni mindazon adatokat még egyszer, amiket ugyanaz a bíróság egyébként is nyilván tart, de ez meggyőződésem szerint az átgondolatlanságnak az egyértelmű megnyilvánulása. És azzal szeretném zárni, hogy, hogy az átgondolatlanság, holott mondom, a megoldások tárcán kínálják magukat, az átgondolatlanság annál érthetetlenebb, mert az az Európai Uniós irányelv, amely, amely egyáltalán az elektronikus ügyintézés elterjesztésének a katalizátora volt, 2001-ben született, 17 éve, akár csak a gyerekem, a kisebbik gyerekem, aki ma már csajozik. Köszönöm a figyelmet.